Szinte nincs olyan év, hogy ne sújtanák fagykárok a mezőgazdaságot. Ahogy az időjárás más viszontagságai, úgy a mínuszok is sok család és vállalkozás több hónapi munkáját tudják tönkretenni. Hogy ez ne történhesse meg, a gazdák többféle növénybiztosítást köthetnek. Erre január 31-ig van lehetőségük, és ugyaneddig hosszabbíthatják meg más meglévő biztosításaikat is. Az Agrárkamara megyei elnöke arra is felhívja az ágazatban dolgozók figyelmét, hogy a gazdálkodási napló feltöltésének is most van itt az ideje, valamint az őstermelői igazolványok érvényességére is érdemes odafigyelni. Nagyon fontos, hogy aki 2019-re még nem érvényesítette az őstermelőjét, mert abban a hiszemben van, hogy 3 évre megérvényesítette, de valamilyen árut akar leadni még az idén, vagy esetleg a dohányosok esetében, akik január 3-án vagy 4-én az év első napjaiban akarnak leadni, azok a sorbanállás elkerülése véget már most decemberben is megtehetik ezt, és akkor nem akkor, amikor már ott a dohánygyár előtt, a beváltó előtt annak, akkor jut eszébe, hogy nem érvényesítette meg az őstermelőit, azoknak felhívjuk a figyelmet, hogy még most megtehetik. Rácz Imre az elmúlt évre visszatekintve a június 27-i megyénket sújtó hatalmas vihart emelte ki, amely elsősorban Kisvárda, Ajak, Pusztadobos és Nyírmada térségében okozott jelentős károkat a mezőgazdaságban. A helyenként 130 km/órás szél egész erdőket tarolt le, mint fogalmazott, még az öregek sem éltek át ilyet korábban. A kamarai elnök a rendkívüli időjárási elemek kivédése érdekében még fontosabbnak tartja az öntözési és a jégkármérséklő rendszer bővítését, fejlesztését. A szakember emellett a gyümölcstermesztőket érintő tervekről is beszélt. Az elkövetkezendő időszaknak a feladata még számomra, vagy célként kitűzve az, hogy ezek a rossz közhangulatban lévő gyümölcstermesztőknek azt az álmát meg tudjuk valósítani, hogy mégiscsak egy feldolgozó üzemet össze tudjunk hozni. Már most több elképzelés van. A kormány szerintem, ha egy értelmes ötlettel oda tudunk állni, amiben a gazdálkodóknak a megyében nagyobb része megtalálja számítását, akkor támogatni is tudná. Mint hozzátette, ehhez előbb a gazdáknak kell összefogniuk, az együttműködés megteremtésében pedig az Agrárkamarának is szerepet kell vállalnia. A megyei szervezet további célja, hogy a jövő évben is segítse mintegy 40 ezer tagját az őket megillető támogatási pályázatok precíz beadásában.